Tokióban járunk. Egy művészeti utazást teszünk a városban. Tokió művészeti élete eleven is lendületes. Ideális azok számára, akik különféle ötleteket keresnek. Utazásunk elején találkozunk Lee-vel, egy nemzetközileg is jól ismert japán művésszel. A falra készít festményeket. Művei főszereplője Louvre egy kis szörnyeteg. A fejemben lévő világ nagyon nagy volt, és ahhoz, hogy ezt ábrázolni tudjam, azt gondoltam, a fal a legmegfelelőbb. És úgy döntöttem, hogy a street art-tal kezdek foglalkozni. Megismerkedünk a Team Lab univerzumával, egy olyan művészcsoporttal, amelynek célja a művészet és a közönség közti határok megszüntetése. Hiszünk abban, hogy a művészetet vagy a kreativitást nem lehet szavakkal megmagyarázni, ezek inkább a művészet belső részét alkotják. A Mori Building digitális művészeti múzeumban vagyunk Odaibában, Tokió területén. A művészet itt keveredik a high-tech-kel. Két Team Lab múzeumban Tokióban, a Borderless és a Planets. A Borderless-ben néhány ember összezavarodik, másokat pedig lenyűgöz. Vannak olyanok, akik Instagram fotókat készítenek. Nincs kényszer. Nincs helyes válasz. Olyan ez, mint az élet. A Planet olyan, mint egy magával ragadó élmény. Le kell venni a cipőt, mezítláb vagyunk. Szokatlan élmény. Arra késztet, hogy felfedezzünk valamit a való életben.